Az elmúlt időszakban a hazai gazdaság egy nagyon dinamikus növekedési pályát futott be, ami mindenképpen kedvező jelenség. Ennek a dinamikus bővülésnek a hátterében a foglalkoztatásnak az emelkedése volt. Ha azonban megvizsgáljuk, hogy a munkanélküliség 4% alá csökkent, akkor azt a következtetést levonhatjuk, hogy a foglalkoztatás bővülésére már nincs nagyon jelentős tartalék a magyar gazdaságban. Egy ilyen helyzetben nagyon fontos, hogy a termelékenységet, a produktivitást emeljük a magyar gazdaságban, ezért publikálta a jegybank a 330 pontból álló versenyképességi programját. Úgy gondoljuk, hogy ezek a versenyképességi intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy a hazai gazdaságnak a termelékenysége egy dinamikus bővülő pályát tudjon mutatni a következő 10-12 évben. Hol vannak jelentős növekedési termelékenységi tartalékok a magyar gazdaságban? Elsősorban mi úgy látjuk, hogy ez a KKV szektor, ahol azonosíthatók ezek a potenciálok. A magyar KKV átlagosan csak 1/3 termelékenységgel rendelkezik a magyar nagyvállalathoz képest, és amennyiben ezen tudunk segíteni, itt tudunk egy előrelépést felmutatni, akkor az egész makrogazdasági termelékenység egy dinamikusabban növekvő pályára állhat. A magyar KKV adja a foglalkoztatásnak a 70%-át, azonban csak a GDP-nek az 50%-a tartozik a KKV szektorhoz, illetve az exportból csak 20%-ban részesül a KKV szektor. Miért vannak növekedési tartalékok a magyar KKV szektorban? Egyrészt azért, mert a magyar KKV-k azok nem elég tőkeintenzívek, nem ruháznak be eleget, másrészt nem használnak már rendelkezésre álló modern, korszerű technológiákat. Például még mindig minden ötödik vállalatnak nincsen honlapja Magyarországon, ami egy elég olcsón és könnyen elérhető technológia, azáltal piacokat tud szerezni a vállalat, és így bővítheti továbbra is a termelését, illetve a szolgáltatásának a volumenét. Másrésztről az is látható, hogy a hazai vállalatok, hazai KKV-k nem feltétlenül jutnak hozzá a megfelelő humán erőforráshoz. Miért van ez? Azért, mert a nagyvállalatok azok termelékenyebbek, a nagyvállalatok többért is fizetnek, és ezért a hazai KKV az két irányból is szembesül egyfajta agyelszívással. Agyelszívás jelent az, hogyha külföldre mennek a magyar munkavállalók, vagy hogyha a magyar KKV-k helyett a magyar nagyvállalatokat választják ezek a munkavállalók. Összességében tehát az a fontos, hogy kialakítsunk egy olyan adózási, szabályozási, támogatási környezetet, ami biztosítja, hogy a KKV-k fejleszteni tudjanak, forrásokhoz jussanak, kilépjenek piacokra, exportpiacokra, vagy a belső piacokat fejlesszük azáltal, és így a KKV szektornak a bővülése, a termelékenység bővülése az hozzájáruljon a fenntartható makrogazdasági felzárkózáshoz a következő 10-12 évben.